erdőről, amely körülvesz bennünket, amely itt van, Kiskunmajsa, ha nem is szívében, de egy picit a szíve mellett. Erről gondolkodni, gondoskodni, és helyben megtartani szükséges. Ezt a gondolatot erősíti ez a madár megfigyelőhely, ez a tanösvény, és ez a hely, amely pihenőhelyként is szolgál. Nem csak a madaraknak, hanem reménység szerint majd nektek is. Nektek gyerekeknek, mert hiszen nem másnak épül Kiskunmajsa, hanem egy picit a felnőtteknek, de sokkal inkább a gyermekeinknek. Havas téli hég alatt vendégeim a madarak, kopognak az ablakon, jól érnek itt morzsám magon, csipegetnek, eszegetnek, ha jól laknak, elröppennek, de holnap visszajönnek, ablakomon beköszönnek. Az FOP 392 pályázatunk keretében ugye a pályázati felhívás lehetővé tette, hogy olyan beruházást hajtsunk végre, ami a tematikus foglalkozásokon, csoportfoglalkozásokon túl, amik az ökotudatosságot fejlesztik a kiskunmajsai és a térség gyermekei körében. És a kolléganőmmel arra gondoltunk, hogy jó lenne egy ilyen gyakorlati helyszínt megépíteni Kiskunmajsán. Akkor merült fel először bennünk a gondolat, hogy akár a kis erdőbe is hozhatnánk egy kis életet, azon túl, hogy ezt a gyakorlati helyszínt összeállítjuk. Több szakmai céggel felvettük a kapcsolatot, erdei iskolákkal, azok képviselőivel, erdészeti cégekkel, hogy milyen szakmai irányban induljunk el. Létrejött három információs tábla, egy forgatós oszlop, egy memória tábla itt mögöttem, egy madárlás. Ugye a madárlást azt úgy alakítottuk ki, hogy egy védettebb helyen legyen, és hogy a közelében három nagy etető is legyen, hogy ott elbújva, védett környezetben figyelve a madarakat. Én megtaláltam ennek a párnak. Abban gondolkodtunk, hogy ide akár osztályok, csoportok jöhetnek ki. Terveztünk be egy piknik sarkot, úgymond, de ide nem csak ők, hanem egy család ki tud jönni hétvégén megenni a kis szendvicsét, vagy akár itt ugye a közeli kerékpárútról letérve egy kis elmélyedést biztosíthat az erdő. Ezért külön kitaláltunk még egy ilyen kis pihenő részt, a két hullámpadot. Ma már ennek ugye egyre nagyobb divatja van szerencsére, hogy a modern zajoktól az emberek zöld övezetekbe vonulnak el pihenni. Hát ide ki lehet hozni egy könyvet, egy újságot, de csak beszélgetni akár egy kedves ismerősünkkel.